32 éve találkoztunk, igen, ő akkoriban erősen csajozós volt, és talált egy olyan lányt, olyan leányzót, akinek a papája nekem kollégám volt, és így elmondta a papája valami kapcsán, hogy van egy roma srác, aki szeretne a romákért tenni, és nekünk volt akkor, éppen épült ki a gondozó hálózatunk, és éppen a 15. kerületből kifele állt Kallaiba rúgja, mivel kicsit túlságosan avantgárd volt a helyi tanácselnök helyettes elképzelései szerint. És összejöttünk a Jenővel, kiderült, hogy egyrészt mandolinozik, tehát olyan rossz ember már eleve nem lehet. Ezt azért nem lehet ki. Igen. Aztán kiderült, hogy van benne a munkához affinitás, tehát nagyjából rá volt tiltva, hogy a romasság az nála nem a linkséget és a felelőtlenséget jelenti, mint nagyon sok cigánykodó cigányember számára, sőt éppen ellenkezőleg. Nagyjából ezek alapján úgy gondoltam, hogy ő teljesen megalapozottan gondolja, hogy ő a romákkal akar foglalkozni, mert tényleg jó roma ember akar lenni. És ezért aztán a legkeményebb helyre került természetesen ahhoz a Szabó nevű tanácselnök helyetteshez, akivel a háborúkat meg kellett hívni nap, mint nap. De edződött a fiú. És az az igazság, hogy csak hosszú idő után találta meg a párját a jányok között, de megtalálta azt is, aki társa tud lenni a verekedésben, mert nagyon sokáig ez például nagyon kevéssé sikerült. Ez a jó romasság, ez a felelős gondolkodás és a felelősség a saját magához és igényesség az, ami meghatározta, és ami miatt rá lehetett bízni a Közép-Európa és a béketábor első roma intézményét, a Cigány Művelődési Központ nevű dolgot, amit először Kovács Zoli vezetett, és aztán a Jenő át tudott venni, amikor a párt és kormányszervek nagyon erős ellenőrzés alá akarták venni, és a megvédése volt a kérdés. Ebben a csatában is nagyon keményen részt vett Jenő. Csak a demokráciáról volt szó, hogy kié legyen ez az intézmény a romáké, vagy pedig majd elmondják mások, hogy mit lehet és mit nem az utolsó pontig. Szóval ez volt az a csata, ami már előrevetítette, hogy itt rendszerváltás lesz és lehet, és a romák között is lehet ellenzék. Nem csak az életben hagyáshoz nem csak az kell, hogy mindenre azonnal borogassunk. Jenőnek vannak és voltak perspektívái. Az intézmény ennek a vezetésében nagyon-nagyon sokat befutott a perspektívákból. Közben kitanulta a tudományt, a tudományban még nagyon sok van előtte, és szerintem mivel hogy roma szociológia, roma szempontú szociológia igazából nincs, nem született még meg. Magyarán a szociológusokat nem érdekli, hogy a romák mit gondolnak az életről, mit gondolnak a szerelemről, mit gondolnak a fogyasztásról, mit gondolnak önmagukról, mit gondolnak arról, hogy hova szeretnének jutni, minek érzik magukat. Ezek a kérdések nincsenek kikutatva. A romák tárgyai a szociológia tudományának,
mint a bogarak, amik fel vannak tűzve, nem alanyai ennek a tudománynak, nem ők csinálják, és nem ő nekik csinálják a szociológiát. Ezért, aki szociológiát tanul és tud, annak ezzel a hiátussal szembe kell nézni, annak ellenére, hogy a szociológia költséges, és nem igazán adnak rá pénzt, hogy a romák szempontjai szerint csináljanak szociológiát. De Jenőben én úgy gondolom, hogy benne van ez a perspektíva is. Benne van az a perspektíva is, hogy ezt az intézményt civil intézményként tovább tudjuk vinni. Ennek is benne van az esélye, és remélem, hogy ez is összejön a perspektívákban a 60 éves Zsigó Jenőnek, mert benne van még a spiritus. Én úgy ismertem meg őt a táborba, amikor a cigány fiúkkal a 100 fekvőtámaszokba kártyázott. És szépen lenyomtásnak visegráltak a fekvőtámaszokat, ki nyert, ki nem, és erősödtek a fiúk, és erősödött Jenő. Ez nekem nagyon jól esett, hogy egy éjszakát így el tud a 15. kerületi csipész gyerekekkel tölteni, úgyhogy csapatot csinál belőlük. És így lett együttese, mert az is csapat volt. Az Andodrom is ebből született, ilyen kicsikorú óta csapatot csinált a gyerekekből, és megtanította őket a feszültség közös levezetésére, a művészet erejére, arra, hogy hatni lehet, jó cigánynak lenni lehet. És nem csibész cigányként érezni magunkat, hanem tartással rendelkező, jó szakma ismerő embernek, aki az emberek iránti figyelmével ki tud tűnni a többi ember közül. És hát ehhez kívánok sok sikert.